Valószínűleg nincsen senki, aki ne tudná, hogy Kat a babát vár, és hogy túl van már az ötödik hónapon, azt szokták mondani, ilyenkor már olyan nagy baj nem lehet, ráadásul túl vagy már az összes szűrővizsgálatokon, és biztosan lehet tudni, hogy egészséges. Ami legfeljebb ilyenkor történhet, és ez egyáltalán nem szerencsés, hogyha picit hamarabb indul meg a szülés, mint kellene, ha elfolyik a magzatvíz. Hogyan tudsz erre odafigyelni? Hát erre nagyon fontos is ugye, itt egy kulcskérdés, például pont, ahogy említetted te is, a, a folyás szerintem ez a legtöbb nőnek, aki még nem élte meg, egy ilyen izgalom, hogy észreveszi-e majd, meg tudja különböztetni, meg tudja állapítani. Nem arról beszélek, amikor Tényleg elfolyik a magzatvíz. Tehát filmekben látjuk ezt, hogy ott áll tényleg a kismama körülött a tócsával, de ez a ritkább eset, és gyakoribb az én, ha jól tudom, azért az esetek döntő többségében inkább szivárgás van, ami nem, nem teljesen egyértelmű. Talán, amikor közeledik a szülés időpontja, ugye főleg azt mondják, hogy a 36. hét után, amikor már nem koraszülésnek számít, ott talán jobban gondol már arra egy nő, hogy, hogy most több a, a, a folyadék, akkor lehet, hogy ez, ez már nem csak az általános folyás, hanem hanem esetleg a magzatvíz, de mondjuk 36. hét és az előtt nem biztos, hogy gondol rá, és nagyon sok problémát tud ö, okozni ugye az idő előtti burokrepedés és magzatvízszivárgás. Hát egyrészt, hogy az tulajdonképpen a, a szülést beindító. Ö, Folyamat. És hát ilyenkor nagyon nem mindegy, hogy milyen, mennyire hamar érkezik például a megfelelő ellátásba a nő. Arról nem beszélve, hogy ugye más veszélye is lehetnek, akár a, a felfertőzés, és, és, és hát ugye a koraszülés, ami, ami nálunk Magyarországon azt látjuk is, hogy élen járunk a koraszülötteket tekintve még mindig és nyilván az meg további komplikációkat is okozhat, úgyhogy azt gondolom, hogy annak nagyon van jelentősége, igen, hogy az ember ezt uh, tudja, és bármi, ami ebben segíti őt, az, az biztos, hogy, hogy egy nagy segítség. Létezik már a loritán tesztbetét, ami pont erre a célra való, hogy időben észrevet, hogyha esetleg szivárog a magzatvíz, te ezt használod? Igen, van és nagyon-nagyon örülök, mert ugye egyrészt ez újabb izgalmamtól tudja megszabadítani az embert, és borzasztó egyszerű. Tehát ez tulajdonképpen ennyi, ha nem gond, hogy, hogy, lehessen látni és érzékeny. Tehát ez helyet se foglal különösebben, és azt gondolom, hogy főleg annál, akinél már volt probléma mint hogy nálam az első várandóságomnál is, de emiatt veszélyeztetetnek számítok, több vizsgálatra járok. A, a többi e, babavárásnál is azért mindig volt valami kis e, komplikációm, úgyhogy azt gondolom, hogy nekem pláne, tehát én mindent körbenéztem, én most nagyon alapos voltam ennél a várandóságomnál, és mindent elolvastam, amit csak lehetett hogy, hogy amit, amit, csak lehet kizárni, azt megtegyem. És például ebben ugye ez volt egy újabb izgalom valóban, hogy, hogy azért nekem többedik szülésem, sokszor halljuk azt, hogy ilyenkor esetleg a, a még vagy a méhnyak nem záródik már olyan jól, vagy hamarabb kinyílhat, vagy nem tudom én, abból esetleg aztán lehet további probléma, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez most megint egy nagy segítség, mert egy, egy teljesen egyszerű használat, tehát mindannyian, vagy nagyon sokan használnak, és ismerik a tisztasági betéteket is, ezt sem kell másképp használni, viszont borzasztó egyszerűen tudja azt megmutatni, hogyha, hogyha magzatvíz szivárgásról van szó. Nyilván ezt érdemes utána nézni, hogy ezt nem kell feltétlenül minden nap használni, tehát egyrészt akkoriban, amikor már közeledik a várható szülés, illetve hogyha különböző problémái vannak egy nőnek, akár fertőzés, vagy erős, úgy érzi, hogy erősödik a folyása, vagy például a méh nyaka nem záródik úgy, vagy volt korábban koraszül, koraszülése, akkor, akkor érdemes ilyen esetekben azért gondolni rá, mert ez nagyon időben, nagyon hamar jelzi azt, hogy, hogy itt bizonyos magzat visszivárog, és azonnal tud tenni érte. Gondolom ez hatalmas segítség tud lenni a mindennapokban is, hiszen ha aggódsz a ér és ki ne aggódna, Igen. akkor ez a mindennapokat is meg tudja viselni, az állandó negatív gondolatok figyelni, ez az, vajon nem az, elindult a magzatvíz, vagy az egészen, más nem kell állandóan az orvoshoz rohangálni, hanem egy csak egy lapocska, a táskádba és konkrétan el tudod dönteni, megmutatja, hogy az vagy nem az. Igen, azt gondolom, hogy tehát pontosan ez a, ez a fontos benne, vagy ez a lényege, hogy nem nekem kell ott állnom hogy, és azon izgulni, hogy most fölhívjam az orvost, vagy nem, ez most magzatvíz, vagy ez csak a, a szokásos, de már, de már a vége felé járok a várandosságnak, és ilyenkor már akár erre is kell gondolnom. Gyorsan ad választ, és, és pontos választ ad. A használata az pontosan hogy néz ki? Az ember ilyenkor, gondolom, a fehér neműjébe helyezi, és nap végén ellenőrzi, és gondolom, különböző színek alapján meg lehet állapítani, hogy magzatvíz vagy nem magzatvíz. Igen, tulajdonképpen, ugye még nem kellett használnom, de már biztonságra nálam van, de úgy tudom, hogy gyakorlatilag, ha érzékel az ember olyan fajta folyást, ami változott egy picit ahhoz képest, mint, mint korábban a várandóság alatt tapasztalt, és a normális folyásnak betudható, akkor mondjuk ezt behelyezi, és ha jól tudom, 10 perc alatt már választ is kap, tehát utána megnézés, megvan, hogy milyen színűre színeződés esetén az magzatvízszivárgást jelent. Tehát nagyon egyértelműen el lehet különíteni attól, hogy az most egy magzatvízszivárgás, vagy egy, egy általános folyás. Az előző három terhességet során esetleg előfordult, hogy tapasztaltál magzatvízszivárgást, szóval tartasz ettől? Nem, 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 szerencsém volt ebben. Azzal együtt, hogy mondjuk az előző várandóságomnál már korábban kinyílt a még száj, és figyelték, de, de nem, nem, volt szerencsére, de ez nem számít, tehát nem lehet tudni, hogy éppen mikor, úgyhogy ha ezt ilyen egyszerűen meg tudom oltani magamnak, akkor, akkor miért ne tenném.